Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója, természetes forrásból készült termékek, Európa 7 országában, Magyarországon több mint 2000 üzletben és online. Vitaking.hu. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Lantai Tamást, azaz Max-et halljátok, és ma is itt van velem a Vitaking Kft. Részéről Nagy Zsolt. Szia! Szia Max, és üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy ismételten itt vagy, és hát hallgatói üzenetek érkeztek nekünk, azt hiszem, hogy mind a kettőnknek, de hát ez most már ki fog derülni néhány másodpercen belül, akkor bele is kezdünk. Jó, Zsolt? Rendben. Oké, hát nézzük az első kérdésünket, ami mindjárt egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye népbetegségekről beszélgettünk az előzőekben Zsolttal ezzel kapcsolatos. Zsófi kérdése, aki a 9. kerületből írt nekünk. Népbetegségből van bőven, de a múltkor Max kimondta a lényeget, hogy neki nem betegség tudata, hanem egészség tudata van. Neki volt igaza. Szóval igazából nem is kérdés Zsófitól, és köszönöm szépen, hogy írtál nekünk, Zsófi. Azt hiszem, hogy ez egy picit olyan tanító jellegű dolog, remélem, hogy Zsolt egyetértesz ebben, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogy állunk hozzá adott esetben a betegségünkhöz. Abszolút, én is egyetértek ezzel. Gyakorlatilag az, nem is az, hogy a betegségekhez, hanem az életünk szerintem, hogy hogy állunk hozzá, az fontos. Mert hogyha mondjuk tudunk azért elég pozitívan hozzáállni az egész élethez, akkor valahogy a betegségek is jobban elkerülik az embert, hogyha minden jó körülötte rendben vannak a kommunikációja többi emberekkel, a saját testével. És hát amit én láttam eddig, hogy igazándiból a vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, egy helyes táplálkozás az arra jó, hogy sokkal kevesebb energia menjen el arra, hogy mondjuk rendbe tudja tartani az ember a test működését. Tehát, hogyha ezeket jól válogatja össze az ember, és szépen építi föl a mindennapjaiba a táplálkozását kiegészítve, akkor egyszerűen nem kell annyi figyelmet fordítani rá, mert egyébként megoldott, tehát a test egy öngyógyító, csúnya szóval gépezetnek lehetne nevezni, tehát mindenki javít, csak kérdés, hogy mondjuk ezt könnyebben teszi meg, vagy kicsit nehezebben. Ha ott vannak az építőkockák, akkor könnyebben. Ha nincsen, akkor lehet, hogy több időbe telik, nehezebb megoldani, több figyelmet igényel részünkről, hogy az jól működjön, de igazán ettől 100%-osan jobban működővé tud válni, hogyha mindent jól összeválogatok, és jól rakom össze a táplálkozásomat. És én úgy gondolom, hogy ebbe beletartozik természetesen ugye a vízfogyasztástól kezdve a kaján át, az is, hogy mondjuk milyen étrendkiegészítőket használok, mert ugye azt már átbeszéltük, hogy a jelenlegi környezetünk az nagyon sok nyomást gyakorol ránk, és ez akár fizikai szennyeződések, akár mentális területen, ugye munkahelyek, amit hatnak ránk, hogy mondjuk zaklatottabbak vagyunk. Pörgősebb az élet, azt gondolom, mint mondjuk az ősembernek volt, tehát ott az időkitöltés ugye itt nálunk egy kicsit erőteljesebb. Persze mondjuk, hogyha mondjuk egy kartfogú tigris elől kellett volna menekülni, vagy ilyesmi, akkor azért az biztos zaklatottá teszi az embert, vagy egy mamutra vadászás közben is biztos, hogy kemény volt az élet, de az mit tudom, fenn volt tartva addig a pár óráig, amíg az a vadászat vagy egyéb megtörtént, és utána nem. De amikor 8 órán keresztül mondjuk kapod az ívet, akkor azért az azért erős, aztán lehet, hogy még otthon is. Ha jó eset, jók a kapcsolataid, akkor otthon már nyugi van legalább. Igen, itt, amit az építőkockákról mondtál, az így szöget ütött a fejembe, mert hogy amikor építkezünk, ugye, akkor saját magunk felépítjük a saját testünket, úgymond. Na most bontásban is nagyon jók vagyunk mi magyarok, mi emberek, inkább így mondom, hiszen ez világszerte így van. Na most, ha egy picikét azt mondom, hogy mi saját magunk és persze a környezetünk rombol, és ezek az építőkockák ledőlnek, akkor
Ezek a bizonyos táplálék kiegészítők, ezek lehetnek építőkockák is, amiket ha szépen jól ütemezetten, aki épített már házat, vagy akár legót, az tudja, hogy miről beszélek. Szóval, hogyha jól használjuk ezeket az építőkockákat, akkor adott esetben még jól ki tudunk jönni belőle olyan szinten, hogy a környezetünk által lerombolt építőkockákat is vissza tudjuk építeni, meg amit saját magunk, mert azért ne legyünk álszentek, tehát mi is hozzájárulunk rendesen ahhoz, hogy ezek a bizonyos építőkockák, ezek lerombolódjanak, adott esetben saját magunk által. Szerintem mindenkinek van olyan része az életének, akár egy káros szenvedély, akár egyszerűen egy rossz szokás, amivel romboljuk saját magunkat, és ilyenkor bizony ezek az építőkockák, ezek nagyon jól tudnak jönni. Remélem, hogy érthető volt Zsolt. Nekem abszolút persze, hát hogy ide tartozik az, hogy mondjuk dohányoznak az emberek, esetlegesen nem sportol egyáltalán, tehát hazamegy a tévé előtt ül, tehát hogy ezek, amiket saját magunk teszünk, ugye magunk ellen nem beszélve mondjuk esetlegesen az alkoholról is, ez már egy kicsit erősebb dolog. Igen, tehát hogy ezek azok, amiket mi teszünk, és akkor ha valami negatívot teszünk, azzal úgymond ki mindig egy ilyen libikókát elbillentünk valamilyen irányba, de lehet, hogy szebb megoldás, vagy képlen az, hogy mondjuk egy szikla szélén mondjuk állok, és mennyire megyek ki egy ilyen pallón kifelé, és mennyire billen lefelé az a palló, ahogyan egyre több rosszat teszek magammal, és amikor mondjuk jókat csinálok, tehát egészségem szempontjából pozitív dolgokat, akkor egy kicsit csúszok visszafelé a szikla széléről. És hát ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy mondjuk ilyen 50 év környékére már van, aki annyi rosszat halmoz föl, hogy egyszerűen átbillen azon a sziklán, és azt veszi észre csak, hogy zuhan lefelé, de talán erről is beszéltünk, mert egy hirtelen szoktak jönni egyszerre a szívérendszeri problémák, a cukorbetegség sokszor, tehát hogy mit tudom én, az erek állapotán látszik, hogy valami gond van, sokkal fáradékonyabb lesz, rossz állapotban van a bőre, az ízületeivel problémái lesznek. Ezek valahogy mindig itt ezen a környéken jönnek elő, azoknál, akik mondjuk ezt a folyamatos húzásba vitt rombolást még hozzáteszik a környezetükhöz, ott hamarabb látható ilyen. Igen, és ezek még csak a testi dolgok voltak, akkor még nem is beszéltünk a lelki részéről, amikor is az általad említett hazamegyek, nem sportolok, és ülök és nézem a tévét, és jön velem szemben az agyamba, a szívembe, a lelkembe beleférkőzik az a rengeteg sok negatív dolog, és ez bizony ugyanúgy rombolja azokat a bizonyos építőkockákat. Na majd egyszer erről is beszélünk, de most megyünk tovább Éva üzenetével. Ez neked szól, Zsolt. Kedves Zsolt, a cukorfogyasztás is rajtunk múlik. Ha kevesebbet használunk, és ahhoz szokunk hozzá, akkor az lesz a természetes. Nálunk a gyerekek ezért visznek magukkal csomagolva ételt, és nem esznek a suli kajából. Hát szóval ezt írta nekünk Éva. Tökéletesen igaza van. Ugye a múltkor beszéltünk róla, hogy a receptekbe is ugye elment az irányba, hogy sokan több cukrot raknak hozzá, mint mondjuk a régi cukrászati receptek. Ugye például a feleségem is úgy indít egyébként már, hogyha valami süteményt készít, hogy egyharmadára leveszi a cukrot, amit ajánlanak a receptbe, és tökéletesen élvezhető sütemények jönnek ki belőle. Igaz, hogy mi már visszaszoktunk arra, hogy kevesebb cukorra leszünk mindent, úgyhogy nekem teljesen megfelelően édes bármi, amit így egyharmadnyi cukorral készítünk. Nagyjából azért lehet látni, hogy mondjuk az logikus, tehát lehet, hogy találkozik az ember már egy olyan recepttel, ami ilyen reformabb, és akkor nincs benne annyi, ezért azt már úgy látja az ember, hogy most ez logikus-e az a mennyiség, vagy sem, mert azért lehet, hogy mondjuk egy reformabb sütinél levenném még harmadára, akkor már élvezhetetlenné válna. Ugye én annyira nem szeretem egyébként az édesítőszereket, nem annyira szereti a testem se őket, de ez egy más kérdés. Van, amivel együtt tudok élni közülük, van, amivel nem. De épp ebből adódóan inkább kevesebb cukrot használunk, és a mézet, aztán meg mindenki eldöntheti, hogy mi az, ami neki szimpatikus, vagy mi az, ami jó neki. Más kérdés, hogy sütit sem olyan őrült sokszor eszünk, úgyhogy
nem annyira, ilyen szempontból ugye nem innen fog sok szénhidrát bejutni a testünkbe, ez biztos. De tényleg így van, tehát rajtunk múlik. Igen, baromi érdekes, amit mondasz, Zsolt, és az is, amit Éva, kedves hallgatónk írt. Saját példámból mondom, hogy ugye nekem párom cukorbeteg. Most az elmúlt 6 évben mi azért mi nagyon szeretjük a sütét. Na hát be kell vallani, én is, párom is, párom édesapja is cukorbeteg. Na és most jön a lényeg, hogy amikor is sütizés van, meg ugye egyáltalán édes étel van, akkor pontosan úgy, ahogy Éva írta, és úgy, ahogy te mondtad, Zsolt, hogy megszoktuk azt, hogy kevesebb cukorral főzzünk, eszünk, sütünk, stb. Ebből kifolyólag teljes mértékben hozzászoktam ahhoz, hogy az a mostani édesség, amit érzek, most már az a természetes. És nehogy azt higgyék a kedves Megszrádió hallgatók, hogy ez olyan nehéz hozzászokni. Én, aki édesszájú vagyok, ugye hát meg vagyok örülve a sportszeletér, stb., simán megszoktam, és teljes mértékben élvezni tudom a süteményeket úgy, hogy abban jóval kevesebb cukor van. Ezt mindenképpen el akartam mondani, szóval ez így elég érdekes. Na most van még egy üzenetünk, ami az előző adásban beszélgettünk a K-vitaminról, és Márta nevű hallgatón kérdezi, a K-vitamin miben van? Be lehet vinni a kellő mennyiséget, vagy mindenképp pótolnunk kell? Sajnos ma nem tudja bevinni a megfelelő mennyiséget. Ugye amiről beszéltünk is, hogy a nagyon zöld leveles, ilyen zöldségek, vagy levelekbe, salátákba, ilyesmibe azért van K-vitamin, illetve különböző ilyen erjesztett élelmiszerekbe. Felénk nem annyira elterjedt a fogyasztása mondjuk a nattónak, amiben nagyon-nagyon nagy mennyiségű K2 vitamin van, a zöld növényekben pedig K1 filokinon van, K1 vitamin van. A K1 vitaminról talán beszéltünk a múltkor, hogy ez képes átalakulni egyébként K2-K3 vitaminnál, és a szervezetünkbe, sőt, át is alakul. Tehát, hogyha a megfelelő mennyiségbe viszem be, akkor a szervezetem átalakítja, de nagyon nehéz. Régen a vajban gyakorlatilag minden olyan élőlénybe is kialakult valamekkora, tehát hogyha mondjuk húskészítményt fogyasztott az ember K-vitamin, mert legeltek az állatok, csipegettek a tyúkok kinn a réten, vagy a kertbe, és ugye ebből adódóan az ő testükbe is több K-vitamin alakult ki. Akkor a tejtermékekbe, ugye a sajtba, ahogy mondtam, a vajba, ugye amikor legeltették még az állatokat, akkor a vaj színe az egy ilyen nagyon érdekes, ilyen zöldes sárga volt, abból lehetett tudni, hogy mondjuk legeltetett, nem ez a fakó hideg színe volt a vajaknak, és hát ugye abból lehetett látni, hogy legelt az állat, más volt a zsír összetétele is egyébként, jobban kelhető, és ugye ebbe a K-vitamin is jobban felhalmozódott, úgyhogy többhöz jutott hozzá az ember. Most, hogy ilyen bent tartják őket, ugye már nem legeltetik annyit, így erre nem nagyon lehet számítani. És akkor ebből ugye átkerült a sajtba is valamennyi, valamint ugye bizonyos kemény sajtoknál a fermentál, ott is az érlelési folyamatok során baktériumok is állítanak elő K-vitamint, és hát ugye ez ott megjelent, bizonyos májkészítményekben is, hogyha mondjuk ugye az a kacsa kint volt tartva, vagy akármi, vagy a tyúk, akkor ugye ott magasabb volt a K-vitamin tartalma, most alacsonyabb. Nagyon nehéz, és nem fogyasztunk annyi zöldet legfőképp, ugye ez a fő probléma, hogy nagyon nehéz akkora mennyiséget bevinni, szerintem mindenki jobban jár vele, ha pótolja. No hát, egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, másrészt azért egy kis ismeretterjesztés férjen bele így a végére, hogy kedves Megszrádió hallgatók, tisztelet a kivételnek, aki tudja, nagyon jó, hogy tudja, hogy a vaj nem egyenlő a margarinnal. Jó lenne, ha egy kicsikét ezt a magyar emberek is tudomásul vennék, hogy amikor a vajfogyasztásról beszélünk, akkor nem a margarinról beszélünk, ugyanis a kettőnek az ég egy adta világon semmi köze hozzá, de javíts ki, Zsolt, ha tévedek. Teljesen rendben. A növényi zsírokból régebben főleg hidrogénezéssel állították elő ugye a margarin féleségeket. Itt
Igazándiból ami érdekes, hogy sokszor olyan zsírsav összetétel is létrejött, amit mondjuk úgy nagyon a természetből nem nagyon fogyasztottunk, és olyan változatok is létrejöttek, ami nem fordul, ez a transzsírsavakra gondolok itt. Most már azért figyel rá az ipar, hogy transzsírsavmentes margarin készítmények szülessenek, ettől még nem lett sokkal jobb a szervezetünk számára. Sokkal inkább hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy az állati zsírt fogyasszuk, és abból jutottunk hozzá energiához, meg vitaminokhoz is, akár ásványanyagokhoz. A vaj az egy egész jó olyan szempontból is, hogy egy nagyon könnyen emészthető a fő zsírsav összetétel, ezek a közepes szénláncú zsírsavakat, ezt nagyon jól tudjuk hasznosítani, nagyon emészteni se kell őket, mert nagyon könnyen felszívódnak, és ebből adódóan jó energiaforrások tudnak lenni. Hát ugye magas kalóriatartalmú, tehát ugye 1 gram szénhidrát vagy fehérje 4 kalória, a zsírból ugyanez 9, tehát azért egy kicsit óvatosabban kell vele bánni, hogy a kalóriákat számolja valaki. Hát igen, én nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok nekünk, kedves hallgatók, írjatok továbbra is, az e-mail címünk info@megszadio.hu, de a megszadio.hu oldalon keresztül is tudtok nekünk írni, legközelebb innen fogjuk folytatni. Az elmúlt percekben a Vitaking Kft. Részéről Nagy Zsolt volt a vendégem, nézzetek körül a vitaking.hu honlapon, érdemes, egy csomó okosságot találtok, de tényleg egyébként, Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm ezt a sok figyelmet és kérdést, tehát tök jó, hogy ennyire érdekli az embereket ez a téma. Én is nagyon örülök neki, köszönöm még egyszer, szia-szia! Szia, viszlát! A műsor támogatója, természetes forrásból készült termékek, Európa 7 országában, Magyarországon több mint 2000 üzletben és online. Vitaking.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.